Jó estét kívánok, köszöntöm Önöket! Május 9-e hétfő van, ezek a Győr Plusz Televízió legfrissebb hírei. Helyre került a közelmúltban elkészült Győr Panóhalma kerékpárút legszebb kiegészítő eleme. A faragott kapu két oldalán idézet is fogadja az arab biciklizőket. Már 19. alkalommal rendeztek motoros találkozót és rockfesztivált Győrújbaráton. A látványos motoros felvonuláson közel 1500 jármű haladt végig a térségen. Május 6-án indult és május 20-áig tart a toborzó emlékfutás, ami 219 települést érint. A katonasportolók hétfőn egy rövid megemlékezés után Győrből indultak tovább. Helyére került a Győr-Nyúl-Panóhalma kerékpárút legszebb kiegészítő eleme, a faragott kapu. Az alkotás Reiner Károly fafaragómester kezemunkáját dicséri. A kerékpárút megvalósításának kezdeményezője Karákos országgyűlési képviselő volt. A politikus találta ki azt is, hogy ne csak a kerékpáros pihenők legyenek extrák, de egy szépen faragott kapu is kerüljön a kerékpárút mellé. Az alkotás a következő időszakban új elemekkel egészül ki, augusztus 20-án pedig egy közösségi rendezvény keretében áldják meg. A közelmúltban átadott és azóta igen népszerű Győrt és Pannonhalmát összekötő kerékpárút a közel 20 kilométeres aszfaltcsíkon naponta több százan tekernek, és élvezik a gyönyörű környezet mellett például az extra kivitelű kerékpáros pihenőket is. A napokban újabb attrakcióval bővült a bicikliút, helyére került ugyanis a faragott kapu is. Az volt a célunk, hogy olyan kerékpárutat építsünk, amelyet sokan magukénak éreznek. És nyilván akkor érzik a legtöbben magukénak, hogyha olyan elemekkel, olyan hagyományokkal találkoznak a kerékpárút mentén, amely megszólít mindenkit. Ez a faragott kapu, ez a csodaszép faragott kapu, amelyet terveztünk, és most felállításra került. Én azt gondolom, hogy mindenkit megszólít. Idősebbet, fiatal, családost, egyedülállót, hiszen olyan motivumok vannak rajta, amik az itt élő emberek, az itteni közösség, a magyar emberek hagyományait eleveníti föl. Hónapokig készült a gyönyörűen faragott fakapu, ami Reiner Károly kezemunkáját dicséri. A népi iparművész a Győr Plusznak azt mondta, még sok minden kerül majd fel a kapura, többek között cserepek és újabb szimbólumok is. Nagyon sok munkám van benne, mert itt az alapanyagok előkészítésétől, a rönktől kezdve azoknak a megmunkálásától kezdve ugye a most látható faragásig, gyakorlatilag az eddig elkészültek, az inkább azt mondanám, hogy több hónap, inkább 9-10 hónap munkája maga csak a faragás, ami látható rajta. A faragáson ugye két oldala van a kapunak, a két oldalánál különböző motivumok láthatók. Ugye, ahogy megyünk Győr felé, ezek ráboközi motivumok, ahogy a jövünk Győrből, azok dunántúli motivumok. A képviselő örül neki, hogy sokan használják a Győrt és Pannonhalmát összekötő fejlesztést, újabb kerékpárutak megvalósítását is tervezi a következő években, ezek is a térséget gazdagíthatják majd. A Győr-Nyúl-Pannonhalma kerékpárutat azért kezdeményeztem, mert azt gondoltam és azt reméltem, hogy nagyon sokan fognak rajta kerékpározni, és ez valóban így van. Tehát nézem hétköznap, hétvégén, most a hétvégén is hihetetlenül sokan kerékpároztak, és ez nagyon-nagyon jó érzés. Ez egyébként inspirál és ösztönöz arra, hogy ebben az országgyűlési ciklusban is újabb kerékpárút ügyében tudjunk előrelépni. Talán egyre többen tudják, hogy a Ménfőcsanak Tényőssokorópátka kerékpárút az a szívügyem, és hát ebben az a következő szívügyem, amit annak tartok, és ebben a ciklusban még hát egy örömteli esemény is lesz, hiszen hamarosan átadhatjuk a Győr és Komárom közötti kerékpárutat. A folyamatosan szépülő faragott kaput augusztus 20-án egy közösségi kerékpáros rendezvény keretében áldja majd meg Hortobágyi Ciril, Pannonhalmi Bencés főapát. Csütörtök délután startolt el a hagyományos jótékonysági motoros találkozó és rockfesztivál Győrújbaráton. A gyermektábor területén már 19. alkalommal volt három napon át a rockzenekaroké és a motoroké a főszerep. A fő program a motoros felvonulás volt, ami szombaton 2 órakor startolt el sok száz motorossal, akikhez útközben is csatlakoztak, így végül közel 1500 jármű haladt végig a térségen. Mindenki nyomta a gázt, dudált és tülkölt, voltak akik jelmezt vagy állatszot viseltek, és olyanok is, akik külön erre az alkalomra alakították át járgányukat.
Motorosok hada sorakozott fel a gyűrűbaráti gyermektábor előtt. Immár 19. alkalommal tartottak háromnapos jótékonysági motoros találkozót és rockfesztivált, ahol a fő esemény a szombat délutáni motoros felvonulás volt. Körülbelül már 10 éve járok ide, Zoliék azok már jól ismernek, meg amúgy a becenevem átul a kabátor, rajt van Pici Laci. Hát felvonulás is már párszor elment, úgyhogy rutinos róka vagyok benne. Idén szerinted lesz valami extra, mert néha szoktak lenni ilyen extra járművek, valaki beöltözi? Hát szoktak lenni. Most nem tudom, hogy van-e, de szoktak lenni. Az útvonal az most hogy alakul? A szokásos? A szokásos. Jó van, te hogy készülsz? Nem tudom, dudálsz majd, vagy berregtetsz? Vagy... Értem. Meg lehet? Extra járgányokkal is készültek az eseményre. Van, aki egy évig építi a járművét csak erre a felvonulásra. Volt olyan is, aki először vett részt, és nagyon várta ezt a pillanatot. Én most vagyok itt először, és sajnos ezzel a járgánnyal fogok még felvonulni. 50 köbcentis szupermotó, kétütemű, és most csinálom éppen a nagymotorososit, úgyhogy remélhetőleg jövőre már vele tudok jönni. Vársz ettől a felvonulástól? Hát remélem, hogy élvezetes lesz, és hát jól összehozza a motoros közösséget, úgyhogy én biztos élvezni fogom. Az Arabona Eagles Motoros Klub titkára és egyik szervezője vezette fel a tömeget. Mindig, minden évben a felvonulása a tényleg a legszebb fénypontja gyakorlatilag ennek a rendezvénynek. Ugye indulunk a táborból, és szerintem még egyszer annyi motoros becsatlakozik hozzánk útközben, mint ahányan innen indulunk, tehát ilyen 1000-1500 motorra számítunk, és már várnak bennünket itt Győrújbaráton, Győrbe, az utcán, kinn, és imádják ezt a felvonulást. És mi motorosok is, amikor ebbe a csapatba, ebbe a millióbe, ebbe a feelingbe bent vagyunk, ez egy csodálatos érzés. Rendőri, valamint a Győr Plusz Média felvezetésével indult el a tömeg. Az útvonalon végig kitelepültek a lakosok és integettek, valamint videózták a felvonulókat. A motorosok nyúl felé vették az irányt, majd a 82-esen mentek az Etó parkig, onnét pedig a 83-as főút felé Ménfőcsanakon tértek vissza. Több százan indultak el, de útközben annyian csatlakoztak, hogy majdnem másfél ezer járgány robogott végig a térségen. A motoros felvonulás mellett összesen 22 rockkoncert volt a hétvégén Győrújbaráton. Újra megtelt élettel a Rába part. Győrben a vízre került egy színpad, ahol különleges koncertet álmodott meg a város vezetés. Vízhangok névre keresztelték a koncertet. Dr. Dézsi Csaba András polgármester nyitotta meg az eseményt péntek este, aki elmondta, hogy a győriek kötődnek a hagyományokhoz, így a vízen lévő zenei élményhez is. Ezt akarták most visszahozni a város életébe. A régiói vízi színpadi koncert fellépői Rock Milady, Tóth Vera és zenekara, valamint a Hoppáré voltak. Visszagondolok a gimnazista koromba, akkor pontosan itt volt egy legalább ekkora vízi színpad. Polgármesteri köszöntővel kezdődött a Vízhangok elnevezésű koncert pénteken. A Rába vízére állították fel a színpadot, melyen ingyenes előadásokon vehettek részt a győriek. Ez a klasszikus vízi színpad, és hát régóta azon gondolkozunk, hogy azokat a klasszikus dolgokat, amik Győrben fontosak voltak az embereknek, érzelmileg kötődnek hozzájuk, azokat visszahozzuk, és ismét azt a klasszikus győri érzést, feelinget azt visszahozzuk, ami gyerekkorunkkal is jellemző volt. Ugye az embernek nyilván van egyfajta nosztalgiája, nem a régi rendszer után, hanem a fiatalsága iránt. És az egyik ilyen része az, hogy itt most egy ilyen víziszínpad van. Ez átmeneti dolog, mert hogy ezt úgy kaptuk a kulturális államtitkárságtól, ezt a lehetőséget, de átmeneti, de mindenképpen úgy gondolom, hogy egy különleges dolog. Éppként Győrben a víziszínpad az több helyen is volt, az én gyerekkoromban leginkább ezen a helyszínen volt, aztán amikor alpolgármester voltam, ugye az ezredforduló tájékán, akkor a Spartakus csónakház felől lehetett fölmenni rá, egy pici színpad volt, egy sokkal kisebb színpad volt, de megfontolandó nyilván, hogy beszerezzünk egy ilyen színpadot, és utána rendszeresen lehessenek itt majd kulturális események, meglátjuk, hogy mennyire lesz ez a mai este népszerű, mennyire fogja érdekelni a győrieket, mennyire fogják szeretni. A puding próbálja az evés, ahogy szokták mondani.
Már a kezdés előtt sokan ültek a lépcsőkön, pénteken már nyárias jó időben élvezték a fellépők hangolását is. Rock Me Lady lesz az első fellépő, hát nyilván a győri, tehát próbálunk győrieket bevonni ebbe. Hoppári zenekar lesz a harmadik fellépő, ők szintén győriek, és Tóth Vera lesz egy különleges csapatot állított össze, és egy különleges műsora van most, ami nem a szokványos Tóth Vera műsor, ő lesz pedig a sztár vendég. Nem az én stílusom, de hát nem az a lényeg, hogy amit én szeretek, mindig az legyen, hanem amit a közönség szeret, a győriek. Az első fellépő Rock Me Lady volt. A sok év után megtartott vízi színpadi élmény a jövőben folytatódni fog. Szombaton nagy volt a sürgés-forgás az Újvárosi Művelődési Házban és annak udvarán. A WHO Egészséges Városok program keretében tartottak ugyanis egészségpiacot. A vásár alkalmával bárki ingyenesen vehetett részt különböző szűrővizsgálatokon, melyekre egyébként akár hónapokat is várni kellene. Az eseményen a Fit Mamik Senior Örömtánc csoport is fellépett, valamint a körzet képviselője, Szelesz Szabolcs alpolgármester is köszöntőt mondott. A nap mottója a mi bolygónk, a mi egészségünk volt. A Fit Mamik Senior Örömtánc bemutatójával kezdődött a szombati egészségpiac az Újvárosi Művelődési Ház udvarán. Sokan gyűltek össze már kora reggel, hiszen az ideérkezők olyan szűrővizsgálatokon vehettek részt, melyekre olykor hónapokig kell várni. A 27. alkalma vagyunk itt a WHO egészségpiaci rendezvényen. Ilyenkor el szoktam mondani, nagyon sok ilyen frázist puffogtatni, hogy milyen fontos az egészség, és mennyire jó, hogy itt vagyunk, és vannak mérési lehetőségek. És az elmúlt két évben bizonyította, hogy ezek a frázisoknál sokkal fontosabb. Nagyon-nagyon sok gondot kavarog az ember fejében, mert két egészen elképesztő éve vagyunk túl, ahol pont az egészségünk volt veszélyben, és megtanultuk, hogy bizony ezek a mérések, bizony az egészség, az odafigyelés, az még fontosabb, még talán annál is, mint amit gondoltunk valahóra. Úgyhogy ebből a szempontból is jó. Két év után vagyunk újra itt, újra lehet jönni. Sokan is választották ezt a programot, korábban is mindig sokan választották az újási helyszínt is programpontként, úgyhogy remélem, hogy jó sok beszélgetésnek és mérésnek lesz ez a táptalaj a mai rendezvény. A másik pedig a jelmondata, hogy a WHO-nak mindig van egy jelmondata, ez most éppen a mi bolygónk, a mi egészségünk, ami a környezetvédelme, a környezettudatosságra nevel bennünket. A megnyitón az egészségpiac egyik állandó tagja dr. Szabó Fekete Ibolya arról beszélt, hogy a szombati nap egy egyedülálló lehetőség volt azok számára, akik tenni szerettek volna az egészségük megőrzéséért. Ennek érdekében több ponton több vizsgálati állomást alakítottak ki. Volt koleszterin, triglicerid, vércukor, vérnyomás, testsúly, testzsírszázalék és testtömegindexmérés, szemvizsgálat, bőrgyógyászati és PSA diagnosztika, dietetikai tanácsadás, táplálkozási tanácsadás, csecsemő és gyermekgondozási, táplálási és emlővizsgálati szaktanácsadás szülőknek, kismamáknak, szájhigiéniás és lelki tanácsadás is. A legtöbben célirányosan érkeztek és elégedettek voltak a programokkal. A szemészetet szeretném, meg a bőrt, bőrgyógyászatot, mert itt a nyakamnál van egy szemölcs, ami szokott viszketni, és akkor megkapargatom, és vélek, hogy nehogy valami legyen bele. Mit gondol erről a programról, erről az egészségnapról? Miért jó ez, ön miért döntött úgy, hogy eljön? Én nagyon megörültem egyébként, hogy van ilyen lehetőség, és hát orvoshoz el szoktam menni, de csak olyankor, amikor már én sem tudok segíteni magamon, mert nem nagyon zavarom én se a doktornőt, ha csak nem muszáj. Viszont ilyen rendezvény, mint kiderült, akkor én örömmel jöttem a kedves ismerősömmel, és hát maga a rendezvény nagyon megható engem. Hallottam erről a rendezvényről, és úgy gondoltam, hogy mivel elég nehéz sorszámot kapni különböző rendelésekre, ezért kihasználom a lehetőséget, és élek az alkalommal. Miket szeretne majd, milyen vizsgálatokat elvégezni? Kaptam egy bőrgyógyászati és egy szemészetit, mert ezt szeretném, hogy kontrollálják, hogy milyen állapotban van a szemem. Magáról a rendezvényről mi a véleménye? Ugye most láthattunk egy nagyon kellemes kis bemutatót. Mit szól hozzá? Összehasonlítási lehetőségem nincs, de amit láttam, az nagyon tetszett, nagyon kellemes és biztató volt.
Az egészségpiac alkalmából pedig termékbemutatókkal és az egészséges életmóddal kapcsolatos sportokkal is megismerkedhettek az ide látogatók. Május 6-án Budapestről indult, és május 20-áig tart a toborzó emlékfutás, ami 219 települést érint. A váltott 24 hivatásos, szerződéses és önkéntes tartalékos katona alkotja. Ők több mint 1800 kilométert tesznek meg a két hét alatt. A váltócsapat vasárnap érkezett Ménfőcsanakra, majd hétfő délelőtt Ötevény irányába folytatódott a futás. A Kálóczi téren egy rövid megemlékezés után Radnóti Ákos alpolgármester indította útjára a katonasportolókat, akikhez becsényis diákok is csatlakoztak. Örülök, hogy megtartják ezt a toborzó futást, és ezzel is felhívják a népszerűséget arra, hogy nagyon fontos sportolni, különösen egy Győr városában, hiszen szoktam mondani, hogy Győr vidéki városok között az egyik legsportosabb magyar város, hiszen számtalan olyan lehetőséget biztosítunk itt mindenki számára, ami biztosítja a sportolási lehetőséget, és hát szoktuk azt is mondani, hogy a sport egyenlő az egészséggel. Radnóti Ákos, a sportért felelős győri alpolgármester köszöntötte a futócsapatot a Kálóczi téren. A katonák azt vállalták, hogy két hét alatt körbefutják Magyarországot. Az a lényege, hogy ők egy toborzó futást tartanak az országban több helyszínen, és ezzel ugye példát is mutatnak. Másrészt pedig várják a csatlakozni vágyák ott a honvédséghez, hiszen a honvédségnél tudni kell a kormánynak köszönhetően, és egyre több és jobb lehetőség van náluk, fejlettebb körülmények között, magasabb színvonalon tudják a munkájukat végezni, és komolyabb elismerés mellett. Tény, hogy nagyon nehéz a munka, különösen az utóbbi időben, ezért jár minden tisztelet és elismerés, hiszen a határ mentén kiemelt ellenőrző védőfeladatokat látnak el, és hát most, hogy sajnos háborús helyzet van, így valóban az ő hivatásuk kiemelkedően fontos lett, de nagyon sok fiatal érzi azt, hogy csatlakozni kell hozzá, és hát ez is egy ilyen népszerűsítő rendezvény. A futáshoz ugye be tudnak csatlakozni a civilek is, itt egy toborzó sátorral is jelen vannak, hogy aki akarja, megismerheti az ő tevékenységüket, és a Győrben is vannak olyan iskolák, ahol foglalkoznak ezzel a képzéssel. Az indulás előtt a 11-es győri vadászászlóalj emlékművét megkoszorúzták az esemény résztvevői. Majd a város nevében Radnóti Ákos felkötötte Győr szalagját a stafétabotra. Törekszünk arra, hogy minden megyében minél több csatlakozó csatlakozzon be a staféta mellé. Itt a Győr, mint kiemelt helyszín, egy 50 fő csatlakozik, iskolások, illetőleg a 12. Adabona légvédelmi rakétezlet katonái, akik városon belül egy 2,7 kilométeres távon át kísérik a futót, aki aztán természetesen fut tovább a megyénkben, gyakorlatilag egészen este 8:30-ig, mire Vas megyébe átfut. Azt kell tudni, hogy a katonasportolók mindegyike naponta egy 2-10 kilométeres szakaszt lefut, tehát azért ez egy nagyon kemény. Nyilván maratonistákról van szó, akik ezt a távot így bírják. Indulj! A futók időben el is rajtoltak, hiszen hétfőn is jó néhány kilométert tesznek meg. Ötevény irányában egészen Szombathelyig kell eljutniuk. A váltó május 20-án érkezik meg a Stefánia palotához. Pótanyák napi szépségnapot szervezett Gyárváros és Likocs városrészek önkormányzati képviselője Hajtó Péter. A képviselő rengeteg színvonalas programmal örvendezteti meg a gyűrieket, vasárnap pedig az édesanyák és a nagymamák kaphattak profi frizurát Hajas László jóvoltából, valamint üdes sminket is a Kossuth iskola ügyeskező sminkeseinek köszönhetően. Amíg a hölgyek szépültek, a férfiak is jól szórakoztak. Ingyen sör és üdítő, a legkisebbeket pedig ugrálóvár várta a Likócsi Művelődési Ház udvarán. Csattogtak az ollók és izzottak a hajszárítók vasárnap a Likócsi Művelődési Házban. Hajas László mester, fodrász és csapata érkezett Budapestről, hogy elragadó frizurákat készítsen a győri édesanyáknak és nagymamáknak. Egy pótanyák napi rendezvényel készültünk itt Likócson, igazából a körzetben élő édesanyák, nagymamák részére hívtuk el Hajás Lászlót és csapatát, valamint sminkeléssel is készültünk, így az anyukákkal törődhettünk egy napot. Addig, amíg az anyukák szépülnek, nagymamák szépülnek, addig pedig a gyerekek ugrálhatnak az ugrálóvárokba, és az apukák pedig sört vagy üdítőt, ki mivel jött, fogyaszthatnak, és ugye a napnak a lényeg, hogy minden díjmentes, minden ingyenesen van. Milyenek voltak a visszajelzések? Azért láttam ott, most amit mutattál nekem, hogy sokan jelentkeztek, hogy fogadták ezt az itt élők. Nagyon nagy örömmel fogadták, gyakorlatilag 2 óra alatt kelt el az összes időpont. Nyilván ugye egy
egy korlátolt lehetőségünk volt, hogy 40 embert tudtunk fogadni, 40 anyukát és nagymamát, de volt olyan nagymama, aki ide sétált, és őt fájdalomcsillapított be, hogy ma el tudja jönni, mert azt mondta, akkora élmény, úgyhogy én azt gondolom, hogy ez a mai nap ez meghozta a célját, és mindenki óriási örömmel érkezett, és még nagyobb mosollyal távozott, úgyhogy én elégedett vagyok. Nem csak a hajak újultak meg, több sminkes is érkezett a rendezvényre, hogy a hölgyeknek egy igazi átalakulásban lehessen része. Nagy örömmel vállalták, hogy ők szívesen jönnek a felkérésre. Hát volt mindenféle kívánság itt a hölgyek részéről. Legtöbb a natúr sminket szerette volna, amit hétköznap is tud használni, de voltak olyanok is, akik esküvőre készültek, és szerettek volna egy próba sminket, hogy majd hogy fognak kinézni az esküvőn sót. Volt olyan kislány, aki azt mondta, hogy őt szeretnék is megkeresni később, hogyha ez sor kerül erre az esküvőre, hogy szeretnék akkor felkérni őket, hogy fotózzák, vagy megcsinálják ezt a sminket. Mindenkinek gondosan, személyre szabottan készítették el a kívánt frizurát. Ildikónak egy hosszú haja van, meg volt is, meg lesz is, és arra gondoltam, hogy elég el volt vékonyabban a hajvége, és arra gondoltam, hogy teszek bele egy ilyen szép fokozatot. Lesz benne egy jó kis átmenet, amivel nagyobb textúrát tud majd készíteni, és a végén valószínűleg be is fog egy picit sütni, hogy legyen jó kis fokozat. Hajas László egyik kedvenc városa Győr örömmel jött csapatával, hogy szebbé varázsolja az anyák és a nagymamák napját, többeknek hajápolási tanácsokat is adott. Nagyon szívesen jöttem ide Győrbe, egyrészt mert az egyik kedvenc nagyvárosom, és hát nagyon örülök neki, hogy tegnap sikerült a kézis lányoknak tovább jutniuk, úgyhogy gratulálok ezúttal is nekik. Jól érzem magam, hiszen alkothatunk a csapatommal. Jött ez a felkérés, hogy egy ilyen utólagos nőnapi programmal kapcsolatosan lenne kedvünk levágni egy pár arra hajlandó helyi Amazonnak a haját. És persze igen, mondtam, nagyon szívesen. Hát szeretünk örömet szerezni, és erről szól az egész életünk. A szépülni vágyó hölgyek pedig nagyon elégedettek voltak. Hát és a fonás az meg az örök szerelem. Én nem tudok fonni, úgyhogy most nagyon örültem, hogy van egy lehetőség, és most pár napig jó lesz a hajam. És sminket is fogsz kérni egyébként? Szerintem igen. Nem szoktam sminkelni nagyon, hát a szemet szeretem hangsúlyozni, úgyhogy most gyorsan le is takarítottam otthon mindent. Aztán szerintem ennyi, meg max a karikáim. Azok eltűnnek. Szólsz ez a programhoz? Ugye kint a gyerekek is el tudnak lenni, illetve az apukák is, amit így szépültök. Milyennek találod ezt a programot? Ó, nagyon jó. Gyakran vannak itt Likócson olyan programok, amik az egész családot lekötik. A légvárak azok csodásak. Kislányom tudna mesélni, hogy ő mennyit szokott bennük ugrálni. Szerintem nagyon jó. És támogatok minden ilyen rendezvényt, mert szuper. A testvérem hívott el, és kicsit vadabb sminket szerettem volna, mert még soha nem mertem, vagy hogy mondjam, mert kicsi a szemhéjem, és féltem, hogy nem álljon. Hát most kipróbálom. A frizurát is készítesz, és ha igen, akkor miért szeretnél? Olyasmit, mint ami most van, csak kicsit vágatni belőle. A programon persze a várakozó férfiak és a gyerkőcök sem maradtak program nélkül. Őket ingyen sör, üdítő és ugrálóvár várta. Kedves nézőink, ezek voltak a nap legfontosabb hírei. Mindjárt folytatjuk a sporthírekkel, friss információkkal pedig legközelebb, kedden este 7 órakor várjuk Önöket, itt a Győr Pluszon. Tokióban még ceglédi színekben indult a párizsi olimpiát, azonban már győri versenyzőként célozza meg Ungvári Attila, a gyac cselgáncsozója, aki a szófiai Európa-bajnokságot bronzéremmel zárta. A rutinos dzsúdós hazaérkezése után nem sokat pihent, és egy győri utánpótlás versenyre is ellátogatott.
Ungvári Attila 81 kg-os súlycsoportban a harmadik helyen végzett a szófiai Cselgáncs Európa-bajnokságon. A gyac versenyzője pályafutása harmadik EB bronzérmét szerezte meg. A 33 éves olimpikon, aki január óta a Győri Klub versenyzője, a 2010-es Bécsi és a 2019-es Minszki kontinens torna után harmadszor állhatott fel a dobogó harmadik fokára, és egyben a magyar judosport századik érmét gyűjtötte be. Ungvári Attilával nem sokkal az Európa-bajnokság után már egy győri utánpótlás Cselgáncs kupán találkozhattak a fiatal tehetségek. Jól érzem magam, nagyon, nagyon más itt egy picit ez a nyugati mentalitás, maga a gyac is, egy teljes sportkomplexum, rengeteg sportolóval, rengeteg más irányú sportolóval, úgyhogy én nagyon tudom élvezni ezt az életet. Ungvári Attila egyik legnagyobb célja, hogy ott legyen a 2024-es párizsi olimpián. A két éves kvalifikációs sorozat rövidesen elkezdődik. Nem szeretném azt érezni, hogy úgy esek ki az olimpiára, hogy egy nagyon hosszú kvalifikációs időszak, épp hogy vége, pihenni se volt gyakorlatilag időm, és már ott vagyok egy olimpián. Úgyhogy megpróbálom most egy picit, talán nem az utolsó pillanatra hagyni ezt a dolgot, hanem az elejétől kezdve tényleg jó lenne egy jó teljesítményt nyújtani, mind az 50%-os időszakban, mind pedig a 100%-os időszakban. A gyachoz kapcsolódó hír, hogy a klub a Móra iskolával közösen sportosztályokat indít. Jelenleg Győrben az óvodások ukidó oktatásával kezdődik meg a sporttal való megismerkedés. A bercsényi középiskolai szinten már régóta indít sportosztályt, illetve a Széchenyi Egyetemmel is évek óta jó a kapcsolata a gyasznak. Náluk is egyéni tanrend mellett tanulhatnak a válogatott sportolók. Most a Móra jóvoltából az általános iskola is be tud tagozódni ebbe a rendszerbe. A Móra Ferenc iskolával, Fekete Szabolcs igazgatóúrral sikerült egy megállapodást kötnünk, miszerint következő tanévtől két osztályt fogunk indítani, olyan első osztályokat, amelyeknek a tanrendje a sporthoz fog igazodni. Ez nagyon fontos lépés, hiszen akik szülők úgy gondolják, hogy az élsport felé irányítják a gyerekeket, rendkívül fontos az, hogy ezek a gyerekek akár már reggel 6 órától edzésen vannak, 8-kor iskolába kerülnek, majd délután 3-kor újra edzésre mennek, és utána mennek tanulni. Ez egy borzasztó, fárasztó rend. Itt egy komoly pedagógus gárdára is szükség van, akik ezeket a fiatalokat segítik abban, hogy semmiképp sem maradjanak le a többiektől. A judo Európa-bajnokság győri sikereinek másik főszereplője a Széchenyi Egyetem versenyzője Sipőc Richárd volt, aki a plusz 100 kilós súlycsoportban ötödik lett. Ha a kvalifikációs sorozat jól sikerül, Párizsban akár két olimpikon judósa is lehet Győrnek. Sporthíreink végén köszönöm figyelmüket, további kellemes televíziózást kívánok, viszontlátásra!